Na hát a mi témánk az nagyon kedves téma mindkettőnk számára, a gyógynövények, füves könyvek, egyáltalán a gyógynövények a múltban és a mai életünkben. Noémi ennek szakavatott ismerője, hiszen foglalkozott a témával behatóan, és az én életemben is többször visszatért, amikor még az Orvostörténeti Múzeumban dolgoztam. Általában kétféle embert ismerek. Az egyik az azt mondja, hogy gyógynövények. Hát az nem élünk már a déd nagyanyáink korában, hát hagyjuk már a fenébe, hát az orvostudomány mindent megold. Hát most mit jó, szépek ott nőnek, de ne a réten, de a kirándulás közben megnézzük, de ne foglalkozzunk ezzel. A másik típus az azt mondja, hogy hát a gyógynövények, hát az fantasztikus, hát csak gyógynövényeket lenne szabad használni, legalábbis az első vonalban, minden betegségnél, hát vissza a természethez, hát azok állnak hozzánk a legközelebb, az emberi szervezetnek a jótékony gyógyítói, és hát persze, hogy sokkal jobban fel kéne idéznünk azt az elveszett tudást, amit a dédnagyanyáink még tudtak. Hát nem tudom a te környezetedben, hogy van, egyáltalán hogy keveredtél a gyógynövényes témához, de mesélj egy kicsit erről, a kezdetekről. Ezt a kétféle ilyen embertípust én is nagyon jól ismerem, igen, az egyik az csak szintetikus gyógyszert hajlandó beszedni, a másik pedig hát így, a legizgalmasabb fajta az, amelyik aztán még mindenféle ilyen révületekkel is összeköti ezt, és akkor mindenféle ilyen bonyolult sámán tudományokat próbálunk fölidézgetni. Szóval én odáig semmiképpen nem mennék el, ami engem illet, és hát olyan enyhe borzadállyal figyelem, amikor valaki erre már annyira rágyógyul, hogy tényleg a kvázi normális orvos nem is akarja látni, meg nem is akar hinni neki, és ugye van egy csomó ilyen alternatív gyógymód, amikről nyilván majd fogunk beszélni ma, mert te meg még ehhez értesz jobban én nálam, és foglalkoztál vele, tehát szóval, hogy nekem már van, ami egy kicsit túl alternatív, és amikor ezt ilyen 20 éves kislányoktól látom, hogy elindulnak ebbe az irányba, és semmi más nem akarnak ismerni, akkor az nekem egy kicsit sok. Na most, hogy én hogy keveredtem bele ebbe az egészbe? Úgy keveredtem bele, hogy egy pár évvel ezelőtt a múzeumban csináltam egy kiállítást, aminek az volt a címe, hogy Szerzetesek asztalánál. És ez meglepően sikeresnek bizonyult. Én nem gondoltam, hogy ennyire az lesz, hogy egy csomó vidéki múzeumban... Bocsi, mutasd is meg, mert egy gyönyörű könyv, hát hogyha nem ismeri a közönség. Van hozzá könyv, amit majd, igen, majd fogok belőle egy lapról olvasni egy kicsit. Azt hiszem, hogy a múzeumban kapni még, de hát szóval ez vándorcirkuszá alakult ez a kiállítás. Úgy rengeteg gyönyörű tárgyunk volt az orvostörténetiből egyébként, és Erdélybe is meghordoztuk, de hát az én legnagyobb mennybe menetelem az akkor következett be, amikor kiderült, hogy a tihanyi apátságból két atya farmer gatyába inkognitóba eljött megnézni a kiállítást, és miután megnézték, akkor megjelentek még egyszer, és azt mondták, hogy akkor ezt most ők kérik. És akkor az apátságba is ki volt állítva, sőt egy beta verzió két szezon, vagy egy második szezont is ott kihúzott. Na és akkor emiatt ugye nekem, hogy készültem erre a kiállításra, hát kellett mennem kutatni persze, és akkor mentem a rendházakba, ahol... És miért pont szerzetesek? Tehát miért ezt választottad ki, hát ezt a vonalat? Miért pont? Hát azért, mert az ember itt is találkozik azzal, hogy hát és akkor ilyen tök egyszerű. Bemész a közértbe, és ott van, hogy trapista sajt. És akkor ez tulajdonképpen az emberek jelentős részének a fejében nincsen benne, hogy a trapisták az egy szerzetes rend. De aki egy kicsit mondjuk a francia konyhában járatosabb például, az ismer ilyen elképesztő italokat, mint a Chartreuse, vagy a Benedictine, és hát ezek mennyi ilyen finom, zseniális likőrök, amiket szerzetesek találtak föl, vagy raktak össze, és azóta köszönjük szépen, hát
több száz éves receptek szerint főzik. És akkor belebukkantam olyan adatba, hogy a legelső magyar méhészeti szakmunkát, majd amiatt hoztam el ezt a könyvet, azt egy kolozsvári ferences szerzetes írta. És akkor, hogy a paprika elterjesztésében milyen szerepük volt a szegedi ferenceseknek. És akkor tudod, ilyen morzsák vannak az ember agyában, hogy itt is egy, ott úgy átmegy a színen egy ilyen páter habitusba, és akkor közben én folytatom tovább a gasztronómia történeti kutat, akkor megint, akkor átlengedezik ott nekem egy apáca, akkor valaki habozik mellettem a kocsmába, hogy most sört igyon, de van Pauláner. Na most a Pauláner az a pálosok söre. Szóval, hogy így ezek. És akkor hát egy idő után elkezdtem ezen gondolkozni, hogy mennyire frankó lenne csinálni egy ilyen kiállítást, és akkor a főnököm egy kicsit először húzta a pofáját, és mondta, hogy hát miért is, meg miért pont, meg... De, és akkor csináltam egy szinopszist a kiállításhoz, elolvasta, és úgy megörült neki, hogy csuda. És akkor onnantól kezdve meg már mindenki őrült. Én a legjobban, amikor az utolsót lebontottam, és azt mondta, hogy nem kell többet költöztetni. És milyen élményeid voltak, amikor így meglátogattál ma is működő rendházakat? Hol jártál például? Jaj, hát én már az elsőnél is azt mondtam, hogy akkor most kész, akkor most én beöltöznék itten. Csak az az egy nagy probléma volt, hogy mindig csak a fiúknál volt rajtam ez a késztetés. Szóval a női rendházak aranyosak, tündériek, de hogy én is ott lengedezzek az anyák között, az nem annyira. De a pasik közé bármikor. Hát bármikor. Hát az angyalból vannak mindegy szálig. Úgyhogy hát mentem persze Pannonhalmára, ugye az volt az egyik legfontosabb, mert ott a mai napig is nagyon élő és megújuló hagyománya van a gyógynövény feldolgozásnak. Pompás likört készítenek, mindenféle teáik vannak, ilyen gyógyító teakeverékeik is vannak, és hát ott az volt a legtündéribb élményem, amikor végigmutatta nekem a Ciril atya az egész gazdaságot, meg a feldolgozót, meg a bótot, meg a mindent. Szóval az egészen végighurcolt. És akkor hát én tudtam, hogy az ő könyvtárukban van egy baromi régi kézirat, egy gyógyszerésztől az 1700-as évekből, és hát ott kúsztam négy kézláb, hogy a kiállításba én azt hagy kérjem már kölcsön. És nézett rám a boldogtalan, és látszott a rémület, a bánat, hogy most ő nemet kell, hogy mondjon nekem valamire, és a következő mondat hagyta el a zajkát. Nem tudjuk odaadni, tessék megérteni, termékfejlesztéseink alapja. És akkor itt nekem végem volt. Szóval ennél jobban kifejezné azt, hogy ez egy élő, modern valami, ahol hát igen, ahol ilyen egyszerűen titkok vannak, és gyártási technológiai titkok, amiket nem lehet csak úgy odaadni, hát mit képzelek én már tényleg. Úgyhogy el is szégyeltem magam, hogy milyen hülyeséget kértem, de hát ez egy tündéri pillanat volt. Egyébként ez a régiség, ez olyan jó, mikor megérzi az ember, mert ma is a gyógynövények zömét, elsősorban teákba, krémekbe, a jól bevált alkalmazási tapasztalatok alapján használjuk. De vannak gyógynövények, amiket a mai tudományosság szempontjai szerint is vizsgálnak, kivesézik, hogy az a hatás, amit a népi gyógyászat ennek a növénynek tulajdonított, az valójában milyen összetevőkön múlik, mi az, ami alátámasztja. Tehát lényegében vannak a mai tudományos kritériumoknak is megfelelően megtámogatott növények már, tehát amiknek a hatása igazolt. Mondok egy példát legutóbb, a galagonya. A galagonya szívre, érrendszerre gyakorolt hatása, azt lehet mondani, hogy tudományosan megalapozott például. Ugyanakkor vannak még olyanok,
amiket csak és kizárólag a hosszas használatban tapasztalt hatások alapján engedélyeznek. És ennek is van létjogosultsága. Tehát ez egy nagy reménység arra, hogy ezek továbbra is itt lesznek velünk, nem vonják ki a patikákból, nem kell kivonni a gyógynövény keverékekből, de nem olyan ütemben haladnak ezek a vizsgálatok, tehát nem törik össze magukat magyarán, hogy úgy látszik, hogy ez azért nem akkora érdek, hogy minden gyógynövényről bebizonyosodjon, hogy fú, micsoda klassz hatása van, és nyugodtan használd ezt, és ne a szintetikus párhuzamos szert. Úgyhogy ez számomra egy nagy nyugalmat ad, hogy ezek itt vannak velünk. Viszont ha már a férfiak nagy szerepéről és a szerzetesek nagy szerepéről beszéltünk, még zárójelbe eszembe jutott Bakony Bél, ahol csodálatos gyógynövényes kert van, és kis túrákat lehet tenni vezetéssel. Tehát a bencések abszolút élen járnak ebben a régi kertek, szerzetesi kertek felélesztésében. De nem csak, hát te is említetted az apácákat is, szerzetes nőket, nem csak róluk van szó, hanem bizony a nők, azok a családanyák, vagy azok az úriasszonyok, akiknek egy birtokon élő, a jobbágyok rájuk voltak bízva, a jobbágyok egészségéről is gondoskodni kellett, bizony ők is megtanulták a népi gyógyászatnak a fortéjait, annál is inkább, mert nem volt más. Tehát gondolok itt a 16., 17., 18. századi nemesasszonyokra, ami fennmaradt ugye az leginkább 18. századi mondjuk Bethlen Katának az orvosságos könyvecskéje. Tehát a nők ott voltak az első vonalban mindig a gyógyításban. Hát ez nagyon így van, és azt is tudjuk, hogy a konyha receptek is tulajdonképpen a patikai receptekkel elegy-belegy kerültek be egy-egy ilyen jegyzetkönyvbe, vagy egy ilyen receptes könyvbe, és akkor a káposzta savanyítás meg a sebes lábra való flastrom szoros egymás utánban került a szemem elé ilyen régi szakácskönyvben. Tehát az asszonyok, akik ezeket a recepteket leírták, nyilvánvalóan mindent kellett, hogy a háztartásba és az otthonba tudjanak és csináljanak, és a nekik szóló könyvek is nagyon gyakran úgy készültek, hogy egy háztartási tanácsadó az tartalmazott ételrecepteket is, és akkor tartalmazott kvázi gyógyételeket, hogy akkor betegeknek, milyen betegnek milyen ételt adjál, milyen ételt ne adjál. Akkor jöttek a sebek kezelésének a különböző praktikái, és akkor aztán jött utána a káposztasavanyítás, vagy a hordótisztítás. Szóval, hogy a háztartásba ezek mind beletartoztak, és még a 20. század elején, vagy közepéig is akár ezek a háztartási tanácsadók, tehát amik nem szakácskönyvek, hanem a háztartás egészére vonatkoznak, és akkor a hogy pucolj ablakot, meg mivel tisztítsd a szőnyeget, és akkor mellesleg ott voltak azok a receptek is, amelyek mondjuk a gyerek gyógyítása, vagy a köhögés enyhítése, vagy mit tudom én ilyenek. Úgyhogy ez nagyon természetes, hogy így van, és de hát tulajdonképpen a szerzetesek is ugyanemiatt kezdenek ezzel foglalkozni. Mert a Szent Benedek regulájában Szent Benedek előírja a szerzeteseknek, hogy a rászoruló és hozzájuk segítségért forduló betegeket tessék gyógyítani. Tehát ez a szerzetesnek dolga. És akkor nagyon érdekes, hogy szakosodnak bizonyos rendek, és akkor jó, hát egy kicsit gyógyít, ha nagyon muszáj, az egyik, amelyik ilyen kontemplatív, elmélkedő rend, de a másik az meg tiszta erőből az irgalmasok vagy a johanniták. Hát ők erről szóltak eleinte, hogy akkor most kórházak és gyógyszertárak, és akkor megjelennek a gránátalmás patikák a városokban. Úgyhogy a rászoruló embernek a megsegítése az tulajdonképpen, hát így nekik egy ilyen kötelességük volt. És hát közben persze szerettek jókat enni, meg szerettek jókat inni, és vigyáztak rá, hogy egészségeset, meg gyönyörű például a szimbolikája annak, hogy van
az ennivalók rangsora. Hát ettől meghaltam a gyönyörűségtől. Mert az úgy van, hogy a legjobb növény az a növény, amelyik az ég felé iparkodik, az a legjobb növény. A legeslegjobb növény a gyümölcs, ami a fán lóg, mert az van a legközelebb a Jóistenhöz. Az a legjobb. És akkor ereszkedünk lefelé, és akkor hát az a növény, amelyik az égbe kívánkozik. Tehát jó növény a gabona, jó növény a saláta, jó növény mindenféle olyan zöldség, aminek a feje kín van a fődből. És akkor a legkevésbé jó növény, hát szegények. Hát amelyik a fődbe túrja magát, hát az nem olyan nagyon jó növény. Ezek nem szerették a sárgarépát, szerintem ez volt a baj. Szóval, hogy amelyik a fődbe túrja magát, az nem olyan nagyon jó növény. És a burgonya meg elég későn terjedt el viszonylag, tehát később megalkudtak ezzel a gumós dologgal. Hát meg, de ugye ahhoz az kellett, hogy pokorra akarták, tűzre akarták vetni ezt a borzalmas növényt, mert hogy megették a felső részét, a bogyóit, meg a nem tudom, levelét, és akkor persze, hogy mindenki hányt fosott majd, mint mondok, mit csinált, és akkor, hogy ez az ördög műve, és hogy akkor most az egészet akkor büntetésből, ez nagyon fontos mozzanat, hogy büntetésből tűzre vetjük. És akkor tűzre vetették büntetésből a krumpligumókat, és egyszer csak mennyei illat kellett, kezdett ott felszállingozni körülöttük, hát és akkor rájöttek, hogy hát akkor rossz helyen fogtak hozzá a dologhoz. Így van. Említettem korábban a nőket, emlegettük együtt a nőket. Nekem van két kedvencem, akik gyógynövényes szempontból nagyon fontosak, reformerek voltak. Egyik a már említett Bethlen Kata, de a sokkal régebbi a Szent Hildegárd, Bingeni Szent Hildegárd, akinek hát egy fantasztikus nő lehetett. Szóval azon kívül, hogy baromi okos volt, a kor viszonyai között mindenképp, de szerintem ma is megállná a helyét, biztos, hogy valami tudós asszony, valami nagyon karizmatikus tudós asszony lenne ma is. És hát ugye a misztikumra hangoltsága még segítette ezt a fajta ember segítő munkáját. Hát el is hoztam, Okok és gyógymódok című könyvét le is fordították magyarra. És hihetetlen, hogy az élete bár elég hosszú ideig élt, de nem lehetett elég ahhoz, hogy annyi gyógymódot kipróbáljon szerzetesként, mint amennyit leír, és mint amennyi helytállónak látszik. Ugyanis egy egész német orvos csapat dolgozik, vagy dolgozott azon, hogy az ő általa leírt és ilyen ófelnémet, meg mindenféle növény neveket használt meg, hát ugye régies betegség neveket, amit ma már nem használunk, hogy kiderítsék, hogy mi is az a mai korban, tehát a betegség megfelelőjét, meg a növényt is meg kell keresni, mert ezek a régi, hol latin, hol ófelnémet, hol ilyen-olyan elnevezések, ezek ma már gyakorlatilag nem ismertek, ki kell deríteni levéltári munkával. És az az érdekes, hogy amire eddig jutottak, az egészen biztató. Tehát már hatása, tehát magyarán nem hülyeség a zöme ennek, amiket ő leírt, tehát a mai szemünkkel se hülyeség. Ugyanez Bethlen Katánál is probléma, ugye aki régies magyar nyelven írt, na de hát akkor még a betegségnevek egész mások voltak, hát hogy túros, ugye az a gennyes sebet jelentette, ugye, hogy is van, közös lónak túros a háta, hát az azt jelenti, hogy hát szétülik szegény lónak, sebes lesz a háta. Tehát például, ha ilyet használ, hogy túros, ezt egy mai ember így nézi, hogy miről van szó. Vagy hogy a tűz, hogyan kell meggyógyítani a tüzet, és akkor így nézünk, hogy az gyulladást jelent, ugye. Vagy hogy a tikmony az a tojás. A tikmony az a kedvencem. Tehát ez felveti ezt a problémát. Is állandóan, igen, ez a végy 24 tikmony székét, fehérjét dobd el. És ezért nem könnyű ezeket a régi recepteket ma alkalmazni, de azért nem is reménytelen. Tehát ma már újra reneszánsza van a gyógynövényeknek, orvosi, meg egyáltalán egy filosz érdeklődés is van irántuk. Itt még egy nagyon fontos szempont van, hogy
hogy a mennyiségek. Szóval, hogy amikor ezekben a régi receptekben nagyon pontosan megadják a mennyiségeket, akkor ott nagyon figyelni kell, mert ez biztos, hogy az valamiért nagyon fontos. És én azt tanultam a kolostori tea készítő csapatoktól, és ez nagyon érdekes, és ezt mindenkinek mondom, aki itt ül, hogy ez egy fontos tudás, hogy ha az ember egyféle gyógynövényből készít főzetet, párlatot, deko, akármit, egyféléből csinál teát, mondjuk egy herba teát, akkor abból gyakorlatilag bármennyit ihat büntetlenül, abból neki baja nem lesz. Tehát, hogyha egy hársfa teát, vagy egy bodza teát, vagy egy menta teát egyféle növényből megcsinálunk, akkor azt nyugodtan lehet inni, az kárt nem okoz. De abban a pillanatban, amikor elkezdjük keverni őket, hogyha már két vagy több összetevője van annak a főzetnek, akkor elő kell venni valamit, ha más nem, akkor a romvári féle gyógyító növényeket, aminek a hátuljában ott vannak az arányok. Tehát nagyon sokszor nem is az van, hogy most ilyen szemerekkel, meg latokkal, meg mit tudom én szórakoztak, hanem arányokat adnak meg, hogy egy rész ebből, két rész abból, három rész emebből, mert ha már két gyógynövényt veszünk, ugye egy gyógynövényben is gyakran már eleve több komponens is van. Tehát több minden jóság van benne, mint az ember hinné. És hogyha ezeket elkezdjük kevergetni, akkor lehetnek összetevők, amelyek egymást erősítik, lehetnek olyanok, amelyek egymás hatását gyengítik, és olyan is lehet, hogy egy harmadik teljesen nem kívánt hatást eredményez azoknak az összetevőknek a találkozása az ember bögréjében. Úgyhogy amikor így vannak ilyen javaslatok, hogy ilyen nyavajára ezekből főzzél magadnak teát, akkor ott mindig nagyon pontosan utána kell nézni megbízható forrásban, hogy oké, ezek az összetevők lesznek, ezek a gyógynövények lesznek, amiket most én majd használok, és milyen arányban. Mert nem lehet büntetlenül pancsolni velük, nem szabad büntetlenül pancsolni velük, mert nagyobb kárt csinálhat az ember vele, mint amekkora hasznot. Sőt, az óvatosságot is belép, hogy ugye azért a gyógynövényekből se használhat mindenki mindent. Tehát például egy kismama, főleg a terhesség utolsó idejében ne ígyon kakukkfű teját. Meg van még egy-két ilyen tudnivaló, tehát azért nem lehet nyakra főre inni ezeket is se, hát, hiába természetes. Igen, az is egy fontos dolog, hogy most, amiről én beszéltem mostanáig, az volt, hogy ha egészséges embernek kedve van ilyeneket inni. De hogyha beteg embernek van kedve, akkor lehet, hogy a vesebajára kap valami borzasztó jó dolgot, amivel közben pedig ki fogja ütni a szívét. Úgyhogy szóval nem, tehát a gyógynövény nagyon komolyan kell venni, mert a gyógynövény igazán orvosság. És ahogy a fürdőszoba szekrényből se veszük ki random módon a dolgokat, hogy most akkor beveszek egyet ebből, egyet abból, azt majd hát, ha jót tesz, ugyanígy nem szabad a gyógynövényeket sem tetszés szerint és össze-vissza használni. De mondom, hogyha egyféléből egy bodzatea, egy hársfatea, egy cseresznyeszártea, semmi drámát nem fog okozni, ha az ember alapjába véve nem borzalmas beteg. De ha borzalmas beteg, akkor pláne utána kell nézni. De itt az igazán fontos az, hogyha betegségre akarunk gyógynövényeket használni, akkor igenis utána kell menni, és akkor a herbáriában vannak keverékek, meg a gyógynövényboltokban vannak keverékek, amik bizonyos dolgokra valók, és akkor nem jó, ha az ember otthonházilag nagyon szórakozik ezzel, hanem akkor rá kell bízni magunkat a hozzáértőkre. Egyébként a gyógyszerészet is használ a mai napig is egy csomó gyógynövényt, mert mit tudom én, hát a
hogy hívják már a digitáliszt, most akartam mondani magyarul, hogy azt hogy hívják. Gyűszűvirág? Tessék? A gyűszűvirág? Gyűszűvirág. Hát meg emlékszünk, hogy régen még volt ilyen, hogy akkor a gyógynövény gyűjtésre buzdították az embereket, és akkor a herbárja ezt bevette. És most már inkább azt hiszem, hogy így ilyen ipari helyeken termesztik ezeket a gyógynövényeket, és nem az van, hogy a mezőre menjen ki a jó ember, aztán szedje föl, ha megismeri, és vigye be majd a herbária, fizet érte, hanem profi módon kertészetekben termesztik ezeket, de hát a gyógyszerészet használja ezeket a dolgokat, amiket mi is használhatunk, mondom, megfelelő körültekintéssel és figyelemmel. Nem tudom, hogy a te családod felmenőid között volt-e, aki érintett így a gyógynövény használatban, vagy tudsz-e ilyenről. Én egy személyes példát hagyd mondjak, hát ha megihlett téged is ez. Az én dédnagymamám az anyai vonalon Pászton lakott, ami egy mezőváros volt. Nyilván volt körülbelül 3 orvos, akit csak akkor hívtak ki, ha már valaki halálán volt. Tehát muszáj volt az asszonyoknak kézbe venni ezt a gyógyítás dolgot. Volt egy néhány gyereke. És ő bizony elég sok, hát így az elmondásokból tudom, hogy sok gyógynövényt használt az én nagymamám kicsi korában. Most a nagymamám a 30-as években Budapestre költözött, pesti nő lett belőle, na ő már nem alkalmazta ezeket az elavult gyógynövényeket, összesen 3 tartott meg. Az egyik a kamilla teja, mint mindenre jó című teja. Hát ez persze nem igaz, hogy mindenre jó, de ő ezt így gondolta. A másik a szenna levél, ami nem is magyar gyógynövény, de ő ezt hashajtásra használta. A harmadik, aminek én is hát nem kárvallottja lettem, de adott néhányszor fekete retek leve köhögés csillapító cukorral. Finom volt, nem sokat javított az állapotomon, de nagyon finom volt, és mindig vártam, amikor kiskanállal kaptam. Tehát ez a 3. Az én anyukám, aki az antibiotikum korában szocializálódott, amikor mindent megold az antibiotikum, a náthát is elmulasztja rögtön, tehát ő egyetlen egy gyógynövényt se használt. Most itt vagyok én, mint negyedik generáció, én legalább 10-15 félét használok újra. Mert úgy gondoltam, hogy vissza kell venni ezt a tudást. Voltak erre ösztönző erők az életemben. Tehát egy ilyen 10-15-öt. Úgyhogy nem tudom, hogy tapasztaltad-e ezt a generációk során, vagy hogy te találkoztál-e ilyennel. Hát én abszolút találkoztam, mert engem nagyanyám még kezelt ilyen szerekkel, ami azt is jelenti, hogy ezeket ő annak idején a családban megtanulta. Én erre sose kérdeztem rá, hogy ezt ő honnét tudja, vagy honnan szedi, de az egész biztos, hogy neki ez egy családi hagyomány volt, ami annál is valószínűbb, mert az ő édesanyja állati idős volt már akkor a beli gyakorlathoz képest, amikor nagymamát szülte. Tehát nagymama született 898-ban, és az édesanyja akkor 37 éves volt, ami abban az időben... Öregasszony volt. Abban az időben 37 éves nők nagymamák voltak. És 20 évi házasság után, amikor már tényleg abszolút lemondott szegény dédmama arról, hogy neki valaha gyereke lesz, pedig hát mindent megpróbáltak, és egyik fürdőről a másikra, és egyik orvostól a másikig, és akkor az utolsó pillanatban tényleg, na akkor egyszer csak putty, és akkor nagymama megszületett. Tehát a dédi, az 1850-es években született dédi biztos, hogy egy olyan közegből jött, vidéki értelmiségi családból, ahol ez erős gyakorlat volt még, és miután sokat lakott fiatal lánykorában vidéken, biztos, hogy ezeket ott ő megtanulhatta. És nagyanyám is ezeket megtanulta. Úgyhogy kérlek szépen, nálunk volt a kamilla tea természetesen. De azt annyira, hogy még azt szedtük is, és amikor nyaraláskor volt valami alkalmas rét, akkor oda az unokatesókkal engem is becsaptak gyorsan, hogy akkor szedjetek hamar egy pár zacskó kamillát, hogy legyen, mert annak lenni kell. A másik, hogy cseresznyeszár. A cseresznyeszár tea, ami egy köhögésre való nagyon hatékony jó szer, és minden befőzéskor nagymama külön figyelt arra, hogy olyan cseresznyét kell venni, aminek jó sok szára megvan, mert az értékes, azt eltesszük, és akkor azt használjuk. Akkor használtunk bodzát,
használtunk mentateát, azt is nagymama mindig, a görögdinnye lé fülbe csepegtetése. Az is volt, az nagymama rajtam nem gyakorolta, hála Istennek, mert én nem voltam fülfájós gyerek, de a családban volt fülfájós gyerek, és akkor a görög dinnyének a nedvét cseppentették a fülébe, és használt elképedésemre, az használt. És akkor mit nem mondtam, még a hársfa. Hársfa tea, az nagyon volt, azt is minden évben mentünk és szedtünk, és én is mentem nagymamával, és akkor szedtük. Aztán meg, te mint hogyha még diólevél lett volna, csak azt nem emlékszem már, hogy mire használtuk. És akkor nagymama a lábfájását ápolgatta az útilapú nagy leveleivel, és azt is nekünk kellett a tabámban szedni. És akkor azt egy papír vagy nejlon zacskóba bugyolálta a lábát, és akkor a fájós bütykét, bőrkeményedését, nem tudom én, ezzel a lapú levéllel kezelgette. És a legeslegérdekesebb dolog, azt viszont nagymama nem Magyarországon tanulta, hanem Iránban, mert ők ott éltek elég hosszan, és hogy egyszer volt, hogy anyám annyira belázasodott, hogy már azt mondták, hogy meghal. És akkor jött a perzsa orvos, és azt mondta nagyanyámnak, hogy akkor most a gyerek hátát újnyi vastagon be kell kenni zsírral. Ráhúzni egy rossz trikót, és aludjon. És reggelre a gyerek bőre csontszáraz, a trikó csontszáraz, és a betegség elmúlt. Szóval így a láz elmúlt. És ez azért nagyon érdekes, mert ezt utána én felnőttként hallottam, hogy magyar javasember használta ugyanezt a módszert lázcsillapításra. Tehát, hogy ez is valami állati ősi praktika lehet, amiről már mindenki elfeledkezett, vagy hát így nem is tudta sose, de hogy nagyon érdekes, hogy a perzsa orvos meg a magyar javasember közös tudása, ez az únyi vastagon kenyed be a lázas gyerek hátát zsírral. Köhögés, elmúlt láz, elmúlt másnapra, a gyerek kicsit kókattabb volt, de életben volt, és fölkelt, és üzemképes gyerek. Úgyhogy ez nagyon, engem ez nagyon megfogott annak idején, amikor meghallottam, hogy ez két, szóval, hogy mind a két kultúrában ez létezik. Lehet, hogy valami keleti közös ős tudása, fene tudja. Úgyhogy ezek voltak. Egyébként ez fantasztikus, hogy tényleg, ahogy megismerkedünk más kultúrákkal, megismerjük a gyógynövények ottani tárházát is. Tehát gondolok itt arra, hogy egyre nagyobb nálunk a kínai közösség, ugye a kínai orvoslás alkalmaz gyógynövényeket is. És olyanokat is megismerünk, például a ginseng, hát az a távol-keletnek ugye a kincse, amit addig nem ismertünk, és a mi magyar népi gyógyászatunk nyilván nem ismerhette. Vagy például itt van az aloe vera, az egyébként az én kedvenc csodaszerem idézőjelben, amit otthon tartok, direkt kis cserepekben vannak aloe veráim, mert hát ha megégetem magam vasalás vagy főzés közben, hát annak a nedvénél jobb égés, csillapító és gyógyító nincsen, nem hólyagosodik fel a seb. Szóval én nem is értem egyébként, hogy az égés klinikákon miért nincsenek dézsaszám, aloe vera kivonatok. Hogy azzal, na jó, ez csak az én nyilván nem vagyok orvos, de én úgy gondolom laikusan, hogyha ez ilyen fantasztikus, hogy a háztartásban ott kell lennie az aloe verának égés ellen, akkor miért nincs ott a klinikákon? De hát erre most nem tudunk választ adni itt. Hát egyébként rengeteg gyógynövényünk és fűszernövényünk is úgy kerül be egyáltalán, úgy került egyik európai országból a másikba, hogy gyűjt a szerzetes. Ugye hát ezek a jámborok, hát ezeket küldték jobbra, küldték balra, mert hogy kellett itten pugány téríteni, és akkor ide jött az itáliai szerzetes, meg a francia szerzetes, meg mentek Németországba, meg mindenhova mentek délebbi országokból, meg hát össze-vissza, hát helyezik egyik rendházból a másik rendházba, ezek össze-vissza, mint zsidóban fájás, járnak szanaszéjjel mindenhova, és akkor hunit van 10 évig, ott van utána a másik 5-ig, és akkor leírja a tapasztalatait, és megismer ott növényeket, a konyhán is,
fűszernövényeket is, ennivaló kaja növényeket is persze, meg fűszernövényeket, meg persze hát minden kolostorban van gyógynövénykert. Tehát egy rendes, becsületes kolostori kert, ezt is megtanultam a bencéseknél, de aztán a gyakorlatban nagyon, nagyon szép például a szegedi ferenceseknek a kertje, az kiváltképpen most igen gyönyörű. Hogy van a gyógynövénykert, és a gyógynövénykerten belül még van egy külön kis sarok a mérgező növényeknek. Tehát ez is olyan érdekes, hogy azok ott, még ott is el vannak úgy különítve, hogy az csak a kertész testvér nyúlhat hozzá, aki tudja. Akkor van a fűszerkert, akkor van a veteményes, és van a gyümölcsös kert. És a gyümölcsös kert, és ezt az egész tervet, ezt a Szentgalleni apátságnak az apátja, bizonyos Helytó apát találja ki, mit tudom én, 800 akárhányba, és lerajzolja, hogy hogy kell neki kinézni, és azóta ezt követik mindenhol. És akkor állati édes, mert a gyümölcsfákat, azokat ő úgy tervezi ültetni, hogy lehetőleg mindig legyen valami ehető friss gyümölcs, tehát onnantól, hogy már egyáltalán van gyümölcs, hogy akkor onnantól kezdve minden hónapban legyen valami, ami pont érik. És 12 féle fát javasol ültetni, ő föl is sorolja, hogy Szentgallenben mi legyen ez a 12, és a 12 fa a 12 apostolt jelképezi, és a temetőbe kell ültetni ezt az egész cuccot, ez nagyon fontos, mert ő nyilván tapasztalati alapon tudta, hogy a temető fődjébe a gyümölcsfák sokkal szebben teremnek, de azért kell a temetőbe ültetni, hogy amikor majd eljön az utolsó ítélet, hogy akkor a feltámadó lélek nyomban a paradicsomban találja magát. És akkor a 12 fán túl ott van a temető keresztje, ami a legszentebb fa, és amelyen a megváltás gyümölcse függ. Szóval egy olyan gyönyörű szimbolikát gondol el ehhez az egészhez, hogy én teljesen meg voltam őrülve, hogy ez mennyire gyönyörű. És akkor tényleg hát ezt követték a mindenhol. És a szerzetesi kertekben található gyógynövények közül egy csomó van, ami tök finom, akkor azt ették, mert a bazsalikom is egy gyógynövény, a kakukkfű is egy gyógynövény, a rozmaring is egy gyógynövény, és akkor ezeket ételekhez is használták, és akkor hát ment a szerzetes egy másik rendházba, akkor a magokat, meg a kis facsemetéket, meg az oltványokat, dugványokat, ezeket vitte magával, hogy az ő kedves növényei, vagy ezek a hatékony gyógynövények, hogy ezek ott is majd akkor legyenek. És tök érdekes, hogy a paprikának a felhasználásához is fűződik egy ilyen nagyon erős hagyomány, hogy hát azt eredetileg dísznövényként kezdték főúri kertekben ültetgetni, és akkor a szegedi ferencesek is így kaptak belőle dísznövényként. És akkor mi történt? Hát az történt, hogy beérett az első paprika. És úgy elképzelem, ahogy a kertész testvér ott jár körülötte és nézegeti, hogy ez már most már nyilván jó. Ez most már megérett. Akkor megy a penicillusával, levágja. És akkor a végi bűl egy kicsit lekanyarít, hogy ő most egy élete, egy halála, de olyan gyönyörű piros színe van ennek a termésnek, ezt ő megkóstolja. Lángot köp ez a derék kertész testvér, várja a halált, de nem jön. Na, akkor egy idő után, mert jó íze is van ennek a dolognak közben, ez finom. Lekanyarít még egy karikácskát nagy óvatosan. Megint szikrát hány a szeme, és akkor felmegy a konyhára, és megmutatja a konyhás testvérnek ezt.
És a konyhás testvérrel ketten várják a halált, de az még mindig nem jön. Viszont a konyhás testvér rögtön fölismeri, hogy a méreg drága import fűszert, a borsot, azt ő milyen frankon fogja kiváltani, ha egy kicsikét ebből az új növényből beletesz abba a főtt halba. Na de és akkor még ennél is fontosabb volt, hogy egyszer csak elkezdtek fölfigyelni rá, hogy a paprika rendszeres fogyasztása a harmadnapos hideglelés tüneteit milyen frankón enyhíti. Na most ezt a betegség nevet se használjuk már semmire se, hogy a harmadnapos hideglelés, de azt mondom, hogy a malária. Malária, mert erről van szó. És akkor ugye Szeged, Tisza, az úgy folyik, mint az ökörújozás, és akkor ott a Tisza partnak minden méterén ott van 1 milliárd szúnyog, meg ott van a rettenetes sok béka, és mindenki egy emberként maláriás. És akkor ették a paprikát, és a harmadnapos hideglelés tünetei enyhültek. Nem gyógyulsz meg, mert a malária, ha egyszer megkaptad, az örökre a tied. De a tüneteit lehet enyhíteni, és ezzel tudták. És akkor elkezdték adni a környékbeli lakóknak, mert a ferencesek is gyógyították persze a hozzájuk fordulókat ott Szegeden, és akkor adtak paprika palántát. És akkor mindenki kezdte elültetni, de annyira, hogy akkor már kapott nevet is, hogy magyar bors. Mert így hitták. És a hideglelésre adott gyógyszer fűszerré válik, kiszorul a használatból, mint gyógyszer, fűszerré válik, és akkor onnantól kezdve Szeged címere. Szóval ez is egy olyan érdekes dolog, hogy a gyógynövények azok gyakran fűszernövények is, és nagyon jól tesszük, hogyha beletesszük a kajába azt a bazsalikomot, rozmaringot, kakukkfüvet, mit, mert az jó nekünk, az gyógynövény is. Hát ez egy nagyon szép történet, és még nyilván több ilyet lehetne sorolni, ami nagyon érdekes történet. Beszéltünk arról, hogy ezeknek a, tehát mindennek a története ilyen hullámzó, a történelme. Ugye a gyógynövények használatának is van egyfajta hullámzása, és beszéltünk arról, hogy volt néhány évtized, amikor úgy nézett ki, hogy az orvostudomány nélkülözheti a gyógynövényeket, mindent megold. Ez tulajdonképpen ezek a szocializmus évtizedei voltak nálunk, és amit mutattam, ez a Rápóti Romvári, ez már akkor, ez még akkor is kapható volt, ez egy abszolút tudományosan megalapozott könyv, de a kutya se használta, tehát csak a nagyon benfentesek, nagyon elkötelezettek ismerték és forgatták, és netán használták, ami benne volt. Nem is nagyon lehetett kapni egyébként szárított gyógynövényeket. Tehát a rendszerváltás táján volt. De a herbáriánál azért volt. Igen, a herbáriánál valóban. Volt. De úgy emlékszem, hogy annak is egy ilyen késő kádárkori felfutása volt, mint cégnek. Tehát, hogy volt egy ilyen hiátus még a rendszerváltás táján is, hogy nagyon sokan nem tudtak erről. És akkor valami belobbant, és ez pedig megint egy nő. Ez a Maria Treben, aki egy legalábbis külleme szerint egy osztrák parasztasszony, szerintem azért nem tudom milyen tanultságú ember, és megjelent magyarul is az Egészség Isten patikájából című könyv, ami egyszerűen hát bestseller lett. Olyannyira, hogy Szegeden, ahol kutatják a gyógynövényeket, az az egyik ilyen magyarországi centrum a gyógynövénykutatásnak, azt mondták fiatal kutatók, mikor kimentek Erdélybe, hogy ott a még régi élő hagyományt kutassák, hogy hogyan használják falusi nénik a gyógynövényeket. Kutatták is, és mondták is nekik, hogy igen, erre ezt, erre azt használjuk, itt szedjük, úgy szedjük. Na és honnan tudja? Anyukájától, nagymamájától tanulta? Nem, itt a könyv van, Maria Treben. Tehát már Erdélyben is a hagyományt felülírta Maria Treben, mert hihetetlenül népszerű lett. Na most ennek ugye van hátulütője, nyilván az, hogy nehéz felgöngyöríteni az eredeti magyar hagyományt, és van egy ösztönző ereje, hogy használjuk ezeket a gyógynövényeket, bár nagyon sok kritika érte, tehát kritikával szabad csak használni természetesen. De azért a nők szerepe, egész hihetetlen, hogy egy embernek milyen hatása lehet egy egész iparágra, hogy így mondjam, vagy legalábbis emberi
emberi, egy fontos, az emberi életnek egy fontos szeletére. Ebben biztos, hogy van egy ilyen pszichológiai mozzanat is, hogy az ember ugye főzni leginkább az anyjától, még inkább a nagyanyjától tanul. Hogy egy nőnek ezek a receptek, meg ezek a tudások, ezek azért mindig a női ágon jönnek át, a női ágon hagyományozódnak. És a hagyománynak a megszakadása, amit mondasz, hogy mert hogy a szocializmusban ezeket már alig használtuk, ebben egészen biztos az is benne van, hogy akkor már nagyon fölerősödik az a modernizáció, ami azért nem akkor kezdődik, hanem hamarabb kezdődik, tehát a városba költözés és a városi élet és a városi életforma, amelyik elszakít minket a természettől, ez nem egy szocialista vívmány, de az, hogy az embereknek a kapcsolatai a felmenőkkel megszakadtak. És akkor ugyanez vezéreli a szakácskönyv irodalomnak a kibontakozását és a felívelését, és a mai rettentő felívelését is, meg aztán most már ehhez járulnak persze mindenféle videók, de hogy nem gyakorlatban tanuljuk meg ezeket egy konyhában dolgozva anyánkkal, nagyanyánkkal, hanem mindenkinek nulláról, előről kell kezdeni egy városi háztartásba, mert az anyák dolgoznak, a gyerek napközibe van, és nincsen hagyományozás, nincsen a hagyománynak olyan átadása, mint amilyen a régi kultúrákban, vagy amilyen még egy falusi kultúrában is föltétlenül megvan. De hogy bizalom van ezekbe az öregasszonyokba. Hogy az ember elhiszi, egy Mariát Rébennek jobban elhiszem, mert az egy másik nő, és az egy bölcs öregasszony. És a bölcs öregasszonytól tanulni, az nem olyan, mint hogyha nekem egy ilyen elüldoktor, hátuldoktor, mit tudom én, patikus vagy orvos kezdi el mondani, mert azt én biztos meg se érteném, de a Mária, hát majd ez ugyanolyan, mint a szakácskönyvek, azok is. Az első szakácskönyveket az ilyen gazdag ínyencek irkálják egymásnak, főúri szakácsok, férfiak férfiaknak. És akkor egyszer csak jön egy nagy áttörés az osztrákoknál hamarabb nálunk a 19. század közepén, amikortól kezdve minden szakácskönyv borítóján ilyen körbepitkézett, pántlikázott ilyen nemzeti színekben hatalmas gömbölyű asszonyok, szakácsnők jelennek meg a borítókon, és akkor a Trézsi néni szakácskönyve, meg a Panni néni első legmagyarabb, legnemzetibb, legizébb, de nők, mert ezzel el lehetett adni. Még azokat is férfiak írták, és lopott Holmi az összes. És nagyon sokára jön, amikor majd mondjuk Szekula Teréz Szegeden, konkrétan Szegeden, akkor ott már a Teréz néni szakácskönyve, az már valóban egy nőnek a munkája. De ez egészen biztos, hogy ez is mondom, benne van ebben, hogy pszichológiailag mit jelent egy nőtől egy másik nőnek valamit megtanulni. Hogy ez mindig egy kicsit egy beavatás, az mindig egy ilyen egy meghittség, sokkal bensőségesebb viszony, mint amikor ilyen pasasok szónokolnak. Így van, ő volt a mi elvesztett nagymamánk, aki megtanította nekünk ezeket a dolgokat, és hát az se utolsó szempont, hogy azért ő egy osztrák nő volt. Egyszerre nyugati, de egyszerre közeli, akinek azért adhatunk a szavára. És adósok vagyunk még, hoztunk mind a ketten ilyen kis idézeteket, amiket felolvashatunk, meg reflektálhatunk rá. Ezzel szerintem még a közönségnek adósok vagyunk, úgyhogy én szerintem vágjunk bele, ki kezdi? Én vagy te olvasod előbb, vagy én olvassam? Azért gyorsan én elolvasom a méhecskémet, mert utána, amit te fogsz olvasni, az már egy másik világ, műfaj. Az egy másik mezőn fogunk már ottan legelészni. De a méhecskét csak azért hoztam el, hogy egy kicsit ezeknek a könyveknek a nyelvezetében tudjunk gyönyörködni, és igaz, hogy füves könyvbe is lehetne éppen, és fogunk is majd valahogyan biztosan, tehát, hogy ilyen gyógynövénykönyvekbe is nyelvileg egyszerűen nekem végem van ilyenkor, hát ezt a nyelvet én annyira szeretem, és annyira szívesen olvasok ilyen szövegeket, de az egész
szerzeteses kiállításban az én első számú legfontosabb kedvencem a legelső magyar nyelvű méhészeti szakmunka, melynek címe Erdélyi méhecske, és ez Kolozsvárt a püspöki betűkkel 1785-ben jelent meg, Pálffy Lőrinc kolozsvári minorita munkája tehát. És azt mondja a méhről. A méh egy rebdeső, tiszta és csinos állat, melynek négy szárnyai, két fekete fényességű mozdulhatatlan szemei, hat két-két körmös és szőrös lábai, fogas állkapcái, egy húszú nyelve és mérges egy fullánkja vagyon. És akkor itt részletezi a lábacskáját meg a szárnyacskáját, de a legeslegyönyörűbb az aztán az, hogy nyelve oly hosszú, hogy szájában el nem fér, hanem kettőzve fekszik nyaka alatt. Na most ehhez azért csak képzeljük már el ezt a ferences pátert, aki a méhesben különösebb védőfelszerelés nélkül tesz-vesz. Lehet, hogy a fejére azért csak valamit húz. És odáig megy a méhecske tanulmányozásában, hogy a méhecske nyelvecskéje hogy fekszik kettezve a nyaka alatt. Szóval, hogy Lőrinc testvér milyen szintű, elképesztő intim viszonyba kerül a méhecskével. És azt mondja itt, hogy végre fulánkja csak egy, de mérges vagyon. Élni is szokott véle ember, barom, nagy állat, madár és más méh ellen. Valamiben penigaszt ő egyszer bocsátja, és valamiben egyszer beleszúrja azt a fulánkot, mint hogy a szakás nyílhoz hasonló, a szakállas nyílhoz, ki nem veheti. És itt az én ferencesem, akinek minden állat a testvérkéje, úgy elszöntjönpörödik, hogy angyalomnak éppen csak a könnye ki nem perdül a részvédtől, hanem a bélle oda szakadván meg kell neki dögleni. Hát ennél gyönyörűbbet szerintem méhecskéről ember nem tud írni. A bélle oda szakadván meg kell neki dögleni. Na, szóval, hogy ezek olyan csodálatos nyelvű szövegek, hogy már csak ezért is érdemes olvasgatni őket, és a régi fűvészkönyvek. És a régi fűvészkönyvek visznek át bennünket abba a történetbe, amiről most te fogsz beszélni, hogy a fűvészkönyv mindenféle tudást tartalmaz. A fűvészkönyv tartalmazza a dolgoknak a gyógyító vonatkozásait, tartalmazza a növényre vonatkozó tudásunkat, és egyszer csak ezek a fűészkönyvek, vagy fűeskönyvek, a herbáriumok latinul, mint a bölcsesség tárházai, elkezdenek példát adni valami másra. Elkezdenek mintát adni valami máshoz. És ezt hoztad még itt, látom az asztalon. Na most akkor ez hogy van? Hát ugye a bölcs emberek, akik tapasztaltak, akik végigéltek sok mindent, rájöttek, hogy a test, a testi bajok, meg a lélek, a lelki bajok, vagy éppen örömök, és a testi jólét az összefügg. Ez, ami ma se evidencia nagyon sokak számára, de sokan nagyon is tudjuk. És aki sokat élt, az erre rájött, hogy nem független a kettő egymástól. És így alakult ki az a fajta füveskönyv, ami ma már irodalmi műfaj, amiben mindenféle lelki bölcsesség is belekerült. Ugye nyilván volt egy átmenet, hogy a gyógynövények, a praktikus tanácsok mellé bekerült egy-egy lelkibb tanács, egy-egy elvonatkoztatott bölcsesség. És ma már oda jutottunk, hogy mint irodalmi műfaj, hát itt van az egyik legismertebb magyar nyelve, Márai Sándornak a
füves könyv, amit szerintem nagyon sokan forgatunk ma is, már gyakorlatilag elvont bölcsességeket tartalmaz, nincs benne gyógynövényes tanács, hanem a tudás az életről egyszerűen, közérthetően, kis, apró szösszenetekben, de azért a betegséget is érinti a témában. Elhoztam az egyiket, az egyik ilyen kis részletet felolvasom, és aztán egy picit kivesézz. Márai Sándor írja arról, hogy a betegség pihenés. Az élet rettenetes versenyében a legtöbb ember csak akkor pihen meg, ha beteg. A betegség nem csak a szegények utazása, hanem a szegények nyaralása, téli riviérája, tátrája és Egyiptoma is. A lázas kedélyekre a betegség igazi lázat küld, hogy kissé megnyugodjanak. A betegség pihenés is, ez közhely. Ezért előzd meg a természet parancsát, a kényszerű betegszabadságot, és iktass életed iramába apró, mesterséges betegségeket, hogy megpihenjél. Makk egészségesen őrizd néha egy napon át az ágyat. Farkasétvágyad van? A szöget is megrágnád? Koplaj önként egy-két napod. Szíved nem zsörtölődik még a nikotin miatt? Jutalmazd meg azzal, hogy parancsoló szükség nélkül abba hagyod 3 napra a cigarettát. A szervezet oly hálás a legcsekélyebb figyelemért, és ezek az apró, mesterséges, a betegség parancsa nélkül felidézett betegségi és gyógyítási állapotok, önkéntes diéták, megvonások és pihenések felérnek egy keleti úttal vagy egy vakbélműtéttel. Kíséreld meg, csodákat látsz majd. Márai Sándor füves könyvéből. Hát ez egy olyan gyönyörű zárszó, hogy én nem is hiszem, hogy már most az időnk is lejárt menet közben, mert olyan jól eldumáltuk, de most már pont egy órája most itt az időnk. De ez nagyon szorosan összefügg, amit Márai ír, ugye ez nagyon szorosan összefügg megint csak a szerzeteseknek azzal, meg egyáltalán az egyház tanításának azzal az igen nagy bölcsességével, hogy böjt van. Tehát, hogy a gyógynövények mellett az is egy nagyon fontos gyógyítása a testnek, hogy egyszerűen nem eszel semmit. És akkor az jó, az a testnek jó. Úgyhogy ne zabálj állandóan húst, ugye ezt most már tudjuk, most már kicsit kezdünk átesni a ló túlsó oldalára, mert most vannak ezek a mindenféle nagyon vega és vegán és efféle mozgalmak, aminek biztos, hogy van létjogosultsága, és én láttam Indiában, hogy egy ország él úgy, hogy nem kell húst tenni, mert nem kell. De most nem erre gondolok, hanem arra, hogy egyszerűen a túlfogyasztás, a mohóság, ami egy randa főbűn, ezt is ugye tudjuk, hogy a mohóság, a falánkság, az egy randa főbűn. Hogy ezt abba kell hagyni időnként, és akkor tartani egy napot, amikor az ember nem eszik, vagy nem eszik annyit. Ugye az egyház megadja ennek a ritmusát, hogy a téli időszakban, amikor alig van zöldségféle, vagy normális világban régen alig volt zöldségféle, akkor mindenki rengeteg húst evett, na akkor ennek vége van, akkor bőtölünk, akkor jön a tavasz, jönnek az első zöldsaláták, akkor kicsit nem eszünk egyáltalán húst, hanem akkor tojást teszünk, illetve és jönnek az első tojásos nokedlik fejes salátával, szóval nagyon ki volt ez találva. És meg volt adva, hogy mikor kell böjtölni, és az ember teste lelkettől megtisztul, és hát ezt lehet csinálni szabadon, ahogy Márai javasolja itt, hogy tartsunk szünetet egy kicsit, amikor a testünk kipihenheti magát. De hát azért érdemes itt is odafigyelni arra, hogy azért az egyház tanításai azok, tudom én, hát azért rettenetes régóta okos szabályok, és hogyha az ember tudja, hogy miért van, azon kívül, hogy jó, van hozzá ideológia, de hogy ezeket érdemes követni, vagy érdemes betartani. Na, én szerintem itt
Igen, zárszónak én egy biztatást szeretnék mondani. Annyira hiányoznak a jó füves könyvek. Szerintem egyszer Sali Noémi füves könyvét is olyan szívesen olvasnánk. Én bennem is van ilyen indítatás. Most régi szakácskönyvekkel bajlódom most egyelőre. Úgyhogy. Én csak biztatok mindenkit, hogy írjuk meg a magunk füves könyvét. Nem kellenek oda nagy gondolatok. Hát Mára is a nagy gondolatait írta, meg mégis mennyire szeretjük ezeket a kis szösszeneteket. Mindenki írja meg a lányának, írjunk. Meg az unokájának a saját családi füveskönyvét, receptkönyvét, a történeteket, a családi sztorikat. Addig, amíg még éltek, addig kell ezeket megírni, és addig kell kifogatni az anyákat és nagyanyákat, amíg még élnek. Tehát ez most nem is csak a receptekre vonatkozik, hanem egyáltalán mindenre. Itt két muzeológus ül, könyvtáros és muzeológus ül, úgyhogy ez nagyon fontos dolog, hogy ki kell szedni a tudást az öregekből addig, míg még el tudják mesélni, és örülnek neki, hogy elmesélhetik, mert aztán ott maradunk, és hülyék vagyunk, mint a tök. Na. Ez a legjobb végszó. És még biztatok mindenkit, hogyha Szentendre felé járnának, köszönöm szépen, Noémi. Én nagyon is köszönöm neked a meghívást, meg mindenkinek a türelmet, a figyelmet. Köszönjük. És a lelkes közönségnek is köszönjük.